Sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Playoff című sportműsort látják itt az Érdi Televízióban. Parkvárosi Vadászok Hagyományőrző IASZ Egyesület és az által a szervezett verseny van terítéken a mai műsorban, ugyanis az Érd Arénában rendezték a történelmi szakág és a 3 d vonal országos bajnokságát az elmúlt hétvégén. Itt ő velem szemben az Egyesület elnöke, Rizinger Ibolya és az egyik versenyző, Kovács regina, sziasztok! Üdvözlet mindenkinek! Volt szerencsénk a rádióban beszélgetni még előzetesen, hogy hát miként alakulnak a, az előkészületek, a felkészülés a versenyre, egyrészt szervezési oldalon, másrészt versenyző oldalon. Most ki lehet jelenteni bármiféle eredmény, elemzés és bármilyen konklúzió előtt, hogy legalább megnyugodhattak? Túl vagytok rajta? Igen, igen, úgy gondolom, hogy ezt, ezt nagyon nyugodtan kijelenthetjük. Túl vagyunk rajta, jól sikerült, elégedettek vagyunk. Stresszes volt? Nagyon. Azért ez egy nagyon komoly esemény volt mind az Egyesületnek, mind a versenyzőknek, tehát két országos bajnokság egy hétvégén, azért ez kemény munka. Hogy sikerült összehozni, mik voltak az első visszajelzések, lehet, hogy már a helyszínen is kaptatok ilyet, meg hát akár azóta is. Hál' Istennek csak pozitív visszajelzést kaptunk, nagyon ritka az, hogy ennyire elégedettek voltak. Nagyon jó lőhető pályát alakítottak ki az Egyesület tagjai, meg a. a, a akik pályát építették, mindenki elétgedett volt. Tehát mind a helyszín a nagysága, a, a, célok elhelyezése, a, a, távolságok egy jól lőhető, de azért nem annyira könnyű pálya volt, mind a két nap. Múlt héten beszámoltunk róla, hogy hát az egyik versenyen közel telt ház, a másikon meg hivatalos teltház is lesz. Egy picit a Covid nehezítette a helyzetet, de ugyanakkor a várólista is volt, de összességben kijelenthető nem, hogy több mint fél ezer induló volt a két nap? Igen, jóval több. Hát 520 ember indult végül, és ö, kicsit több, mint 520 ember indult a két versenyen bizony. Minek köszönhető ezt? Ti hogy éreztétek, hogy ekkora az érdeklődés az érdi viadal Én úgy gondolom, hogy érd elhelyezkedése egy nagyon komoly szempont. Tehát az, hogy az országban hol helyezkedik el, tehát hogy nem a másik végére kell menni. Másrészt azért van már valamilyen szinten úgy gondolom, hogy nevünk. Tehát abban, hogyha mi vagyunk a szervezők, akkor esetleg akkor egy jó verseny lesz meg tavaly kimaradt az országos bajnokság. Ugye mi is tavalyra terveztük már ezt, hogy itt lesz az érdalénában, de akkor a Covid közbeszólt, nem tudtuk megszervezni, és sokaknak ez hiányzott ez a verseny a történelmiben, ahhoz, hogy olyan minősítést szerethessenek, hogy meglegyen a mesteri szín. Beszélgessünk egy kicsit Reginával. Te vagy az egyike azon versenyzőknek, aki nyert. Gratulálok Köszönöm hozzá. Köszönöm szépen. Az adott kategóriában aranyérmes lettél. Ugye egy szombaton volt a történelmi szakág, és milyen hagyományőrzői Egyesületről van szó, ez volt nálatok fókuszban. Hogy élted meg a versenyt? Hát a felkészülés számomra igen nehéz volt, ugyanis ugye téren szoktunk edzeni, télen elég nehéz felkészülni, így kicsit felkészületlennek éreztem magamat, viszont nagyon örültem, hogy az első helyezés mellett egy első osztályú minősítést is szereztem, és terveim közt szerepelt nekem is a mester, Mesteri Jász cím megszerzése, így már csak a táblövészet kell, hogy meg, meglegyem, és akkor sikerült megszerezni. Csak a tisztállátás kedvéért a nézőket avas belítszves, hogy a minősítés ebben az esetben mit jelent? Ö, a versenyen egy adott százalékot kell elérnünk ahhoz, hogy megszerezzük a minősítést, és ö, ennyi. Igazából az első osztályú minősítés az remek hír, ezt ugye még én sem tudtam, tehát nekem is ez egy friss információ. Minek volt köszönhető? Tehát beszélünk itt arról, hogy nem volt ideális a felkészülési lehetőség, mert hogy teremben télen nem tudtatok készülni. Ennek ellenére nem csak első lettél, hanem első osztályú minősítést is. Szállt. Igen, a, nálunk a, a fiatal felnőtteknél 60%-ot kellett elérnünk az első osztályú minősítéshez, és én 71%-ot lőttem meg a versenyen, így megvolt az első osztályom. Milyenek voltak a vetétársak? volt -e egyáltalán igazi vetétárs? Hát kettő ellenfelem volt, viszont közel 100 pontot vertem rájuk. 15-en indultak, ha jól emlékszem, szombaton, és két harmaduk, tehát 10 dobogon is végzett. Előzetes elvárások, ha jól tudom, alelnök úr szavaival élve nem voltak, de azért titkon reméltetek, nem? Mit reméltetek? Én, én egy olyan alaphangon azt mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy legalább nyolcan dobogósok lesznek, ahhoz képest azért a versenyzőink nagyon-nagyon szépen teljesítettek, mondom, extrém körülmények uh, uralkodtak nekik, mert ők nagyon sokat dolgoztak, és így is nagyon szépen teljesítettek. Tehát azért tíz fő dobogós, és ebből ugye négy első helyezett lett, három második, három harmadik helyezett. De igazából aki az versenyzőink közül végigcsinálta a versenyt, már az is nagyon büszke lehet magára. Tehát itt nem a, a dobogó számított, hanem az, hogy végig tudták csinálni ilyen munka után. Ez lett volna a következő kérdésem. Hogy éreztétek magatokat, mennyire volt érezhető a fáradtság, mert hogy azért sokan a szervezésből is ki kellett, hogy vegyék a részüket? Nagyon kevesen vették ki azért, ezt hozzáteszem, a részüket a szervezésből. Igazából szinte azok. Ez nem csak a pályaépítésre vonatkozik, mert ugye a pályaép pályát nem láthatja, hogy van a szabály. E pálya építésben, amikor már e, konkrétan a célok elhelyezése van, azt nem láthatják pontosan. Nyilván az de, előny lenne az ellenfélnek. De a, az összeszerelések, a, a raklapra szerelés, a többi, az mind-mind, mind ez a pár ember csinálta az Egyesületi tagok, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztak, nagyon fáradtak voltak, és, és igazából meg kell, hogy mondjam, ez egy szomorú tény, az Egyesületből nagyon kevesen vettek ebben részt. Egy ilyen versenyen mennyire kell megküzdeni azzal, hogy ha bár a Parkvárosi hadászok, hadászok egy fiatal egyesület, de már bőven ott van az élbolyban, és akkor finoman fogalmaztam országos szinten, szóval a hírnév az mennyire nehezíti a versenyzést. Éreztek egyáltalán bármit ebből ott? Én úgy gondolom, hogy magát a versenyzést nem hisz ott az adott pillanat számít a versenyzőnek a saját felkészültsége. Tehát én úgy gondolom, hogy azért, mert valaki parkvárosi vadászok tag, nincs vele szemben, mint versenyzővel szemben nagyobb elvárás, vagy, vagy nagyobb konkurencia érzése más embernek. Itt a, a versenyszervezői oldalra ott, lett, ott már persze van, mert hogy egy négy éves egyesületről beszélünk, amelyik elnyert ugye két ilyen rendezési jogot. Ez azért nem egy kicsi dolog, és főleg a az, hogy nem egy általános, már általában lényegesen idősebb egyesületek szoktak elnyerni ilyet. Regina, kicsit beszélgessünk még. Az érdekelne engem, hogy milyen érzés volt ilyet fogni a kezedbe hazai környezetben. Jó érzés volt? Voltak szurkolók mondjuk a te családodból, baráti körödből, akik bíztattak? Igen, a családom támogatására mindig számíthatok, viszont ugye nem tudtak bejönni az arénába, mert nekik is másféle dolguk volt. De tudtam, hogy lélekben ott vannak velem verseny közben is. Számíthattam a barátom támogatására, és igazából az egész egyesületre, mivel itt egy család vagyunk. Miként tudjátok egyébként egymást segíteni a csapattagok egy verseny folyamán? Hát esetleg megnyugtatásképpen, mivel például én elég stresszes vagyok, így nekem az fontos, hogy egy egy csapattársam, vagy egyesületi társam nyugodtságot tudjon hozni nekem, akár szavakkal, akár egy öleléssel, bármivel igazából. Ha túl vagy mondjuk egy körön vagy egy fordulón, akkor van arra mód, hogy valamilyen formában tanácsot kér, segítséget? Hogyha az adott pillanatban engem nem néztek, nem figyeltek, hogy hogy lőttek, lőttem, akkor nem igazán tudnak segíteni, viszont hogyha kiállok a lőállásból, és elmondják, hogy na ezt nem csináltam, stb., akkor arra a következő lövésemnél mindenképpen odafigyelek. Ibolya elmondta, hogy ő elégedett a csapat teljesítményével, te mennyire vagy elégedett, hogyha nem csak a saját magadat kell értékelni, hanem látva a többiek eredményét? Én is elégedett vagyok, mivel azért nagyon sokan segítettünk, ahol tudtunk, és azért nagyon fárasztó volt ugye ezt így átélni, hogy nem csak versenyzésen kellett foglalkoznunk, hanem, hanem segítettünk is, és szívesen tettük. Eddigi pályafutásod során ez hol helyezkedik el élménykategóriában? Én úgy gondolom, hogy ez most az első, mivel termi még nem értem el ilyen eredményt, és én ennek nagyon örültem. Ibolya, ugorjunk egy napot, mert hogy nektek nem csak szombaton volt feladat, hanem vasárnap is. Egyrészt szervezésben, másrészt versenyzésben, még akkor is, hogyha kevesebb indulója volt a parkvárosi vadászoknak, mint egy nap alkorában. Ugye, ha jól emlékszem, kilencem. Igen, kilencsen indultak a De azért egyes ott is születből. volt érem. Igen, igen. Kilencből öt érem végül is született, vagy pontosabban, hát öten voltak ugye dobogósok. Öh, Alapvetően ugye mi hagyományőrző egyesület vagyunk, tehát nekünk a fő profilunk a történelmi versenyek, de azért jó pár tagunk szívesen őzi szakágnak a versenyzői dolgait is. Úgyhogy akik versenyeztek vasárnap, azért ők is nagyon szépen szerepeltek, nagyon büszke vagyok rájuk. Akik pedig nem, azok meg nagyon sokat dolgoztak a vasárnapiban különösen. Mi a ennek a 3D-nek? Lehet, hogy a nézők egy része azért annyira nincs képben, hogy mi a történelmi, illetve mi a 3D-s. Ugye a történelmén háromféle céltípus van. Vannak a 3D állatok, ezek ilyen élethű állatok. Vannak az úgynevezett vata célok, ezek a koncentrikus kör célok, és vannak az ügyességi célok, ami, ami ugye elég sok rétű lehet ebbe tartozik, a ló, a mozgó cél. A piramis, tehát elég sok minden, míg a 3D szakáknak a, a versenyén kizárólag a 3D állatok ö, vannak kisebb- nagyobb méretben. A két versenyben nagy különbség, hogy míg a történelmiben három veszővel lőnek, addig a 3D-ben egyetlen egy veszővel. Tehát míg a történelmében ugye az első veszők kilövése után az illető versenyző tud korrigálni, hogyha rájön, hogy valamit nem jól csinált, addig 3D-ben lényegesen jobban kell koncentrálni arra, hogy megfelelően lőjön. Ott semmilyen utólagos lehetőség nincs, nincs ott az egy lövés. Tehát forma, a fejben ott kell lenni. 28 cél, és az 28 lövés, és abban dől el minden. Ha jól tudom, nyitott volt, ugye nézők számára erről beszéltünk korábban, illetve Regina kapcsán a szülők, barátok tekintetében is megemlítésre került. Melyik az élvezetesebb a kívülálló számára, vagy melyik a látványosabb? Lényegesen látványosabbnak gondolom én, de ez elképzelhető, hogy csak azért, mert én a történelmi versenyeket szeretem jobban. Egyrészt a történelmi versenyeken díszes történelmi ruházatban vannak a versenyzők, változatosabbak a célok. Tehát azt érdekes látni, hogy mit hogyan oldanak meg a versenyzők. A 3D-nél ugye nincsen ilyen előírt kötelezően előírt ruházat, és ott mindig csak ugye az állatokra, persze különböző méretű, különböző életnagyságú, tehát mindegyik életnagyságú állat, de az mégiscsak valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy egy egysikúbb. Hogyan tovább, mikor lesz a következő verseny? Hát most indulnak majd ugye tavasszal a kvalifikációk, amiből tavaly mi is rendeztünk ugye egyet, ez volt az első kvalifikáció itt érden. Amúgy azt tudni kell, ugye, hogy nálunk voltak a legtöbben az öt kvalifikáció közül, tehát azt is én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt. Megyünk ha végig, el fogunk menni az összes kvalifikációra valószínűleg jó pártaggal. Egyrészt ugye, hogy ott már játszik a csapatverseny. Ami és ben... az már nem terem, csak hogy azért. Nem, ez már kültéri, és a szabadtéri országos bajnokságra a belépő, ugyebár, ha meglövik a kvalifikációs szintet. Regina, miként várod a szezont 2022-re vonatkozóan, mik a saját elképzeléseid, főleg egy Terem óbi Arany után? Ugye én a távlövészetet is szeretném most már az életembe így behozni, és ugye arra szeretnék gyakorolni, de mindenképpen szeretnék segíteni a csapatnak, és ugye a kvalifikációkra elmenni, én is pontot szerezni a csapatnak. Nekem ez fontos. Sok sikert kívánok, kiölök szépen. Neked, meg a csapatnak is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. szépen. Kedves hölgyeim és uraim, a Playoff című sportműsort látták, Kovács Reginával és Rizinger Ibolyával beszélgettünk hogy hogyha tehetik, tartsanak velünk a jövő éten is. Én munkatársaim nevében köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, viszontlátásra!